Háromoldalú megállapodást kötött a Magyar Diáksport Szövetség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint a Kölcsei Televízió. Az együttműködés célja a diáksport népszerűsítése. Az erről szóló dokumentumot ma írták alá az együttműködő partnerek. A részletekről a stúdióban kérdeztük Balogh Gábort, a szövetség országos elnökét, és Baracsi Endrét, a megyei Diáksport Szövetség elnökét. 1987 óta a Magyar Diáksport Szövetség az ország legnagyobb gyermek, ifjúsági, civil szervezete. A köznevelés, sport területén tevékenykedik, abból a célból, hogy a diákok rendszeres testmozgásán keresztül az egészségfejlesztést ösztönözze. A szövetség országos lefedettségű és kiterjedésű. A megyei és városi szövetségek irányítják a szervezet helyi rendezvényeit, megszervezik és lebonyolítják a programokat, versenyeket. A szövetség filozófiája, hogy mindent meg kell tenni és teremteni a gyerekek testnevelés órákon túli testmozgásának népszerűsítéséért, a szabadidejük hasznos eltöltéséért. Több mint 8000 pedagógussal, testnevelővel és edzővel vannak napi kapcsolatban. A szervezet kormányzati felhatalmazást is kapott arra, hogy az iskolai tanórákon kívüli testmozgás tartalmi fejlesztésére javaslatokat, koncepciót fogalmazzon meg. A szervezet szorosan együttműködik a Nemzeti Tehetségprogrammal, a Klikkel, mint iskolafenntartóval és a szövetség megyei szervezeteivel. És hogy milyen hozadéka lesz ennek az együttműködési megállapodásnak, erről is beszélgetek a vendégeimet. Köszöntöm itt a stúdióban Balogh Gábor urat, a megyei Diáksport Szövetség elnökét, és Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Ez egy olyan megállapodás volt, amilyet még a szövetség nem kötött, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben most kivételt képez. Milyen hozadéka lesz ennek az együttműködésnek? Mit várnak tőle, elnök úr? Pont elmondtam az ünnepi díjátadásom, mert egy ilyen napirendi rész is volt a mai látogatásnak, hogy milyen jó érzés, főleg egy adventi időszakban olyan helyre menni, ahol az ember nem is ad, hanem tényleg csak kap. És azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésétől már nagyon sok lehetőséget kaptunk eddig is, tehát hogyha a diáksportnak az egészét nézzük, akkor gyakorlatilag kevés olyan megye van, aki ennyit áldoz egyébként külön a diáksportért, és egyébként nagyon komoly pénzügyi támogatást is kap a megyei tagszervezetünk, amelynek elnöke egyébként Endre. És milyen programokat is csinálunk? Hát a Diákolimpia az talán mindenki számára ismert, egy olyan országos program, ahol egyébként éves szinten közel 280 000 gyereket mozgatunk meg, tehát ez egy óriási szám, 8700 kiszámoltuk, talán 8700 esemény nap, amit egyébként le szoktunk bonyolítani. Mellett egyébként a Sport legyen a tiéd programot, a közösen az államtitkársággal is megvalósítottuk, az iskolai környezetbe vittük be ezáltal a különböző népszerű sportágakat, kiemelt Európai Uniós programot is viszünk, és viszik a kollégák gyakorlatilag azért, hogy a mindennapos testnevelésben tartalmi fejlesztéseket tudjunk bevinni, és itt a képzésekkel is foglalkozunk, tehát a testnevelőknek a képzésével, amelyek akkreditált formában kerülnek megvalósításra, és hogy mindez megyei szinten is látható legyen, és tényleg az emberek, akik itt a megyében élnek, lássák azt, hogy valójában az iskolában milyen munka folyik, milyen versenyek vannak, a versenyeken résztvevő gyerekek, tanulók milyen eredményeket érnek el, kik azok, akik tehetségesek, milyen szép eredményekről tudunk beszámolni, a testnevelők, a pedagógusok, akik őket felkészítik, ők is milyen munkát végeznek. Ennek a bemutatására a legalkalmasabb, én azt gondolom, egy televízió, és én ezért örültem annak, hogy a Kölcsei TV-vel egy ilyen háromoldalú megállapodást tudtunk kötni, mert ezáltal az a munka, amit egyébként a megyei tagszervezetünk és mi az ország és köszönöm, és végzik, így láthatóvá válik a megyében. Milyen évet zár a megyei szervezet? Ugye a mai napon is jelentős számú díjat osztottak ki, és ebben az adventi időszakban ez talán még plusz jól esik a díjazottaknak. Hát nagyon sikeres évet zártunk, és nagyon büszkék vagyunk a sportolóinkra, illetve a felkészítő tanárokra, az iskolákra, és azt hiszem, hogy az a 55 érem, amelyet az országos döntőkről elhozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport kollektív, azt hiszem magáért beszél. Valóban sikerült olyan eredményeket letenni az asztalra, amelyre azt hiszem az egész ország felkapja a fejét. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy itt most a mai aktíva ülésen is
tudtuk díjazni a jó tanulókat, jó sportolókat, tudtuk díjazni az általános iskolákat, amelyek kiemelkedő sikereket értek el a diák sport területén, tudtuk díjazni a középfokú intézményeket, és természetesen elismertük azokat a testnevelőket is, akik azt hiszem, hogy a felkészítésben valóban olyan munkát tettek le az asztalra, amely elismerésre méltó és mindenképpen jutalmazandó, erkölcsileg és természetesen más szempontból is. És azt még kiemelném, hogy hagyományként már, hál' Istennek, díjaztuk azokat a fogyatékkal élő sportolókat is, akik szintén nagyon sokat tettek azért, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sportélete ilyen kimagasló eredményeket érjen el, és természetesen egyértelműen az volt a célunk, hogy egy diátadó gálán jutalmazzuk a fogyatékkal élőket és az egészséges sportolókat is, ezzel is erősítve azt a tudatot bennük, hogy ugyanolyan értékkel bírnak számunkra, mint mindenki más. A következő évben, a következő években terveznek versenyeket, országos döntőket megszervezni itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Igen, igen, mindenképpen. Egyébként nagyon sikeres évet zártunk ebből a szempontból, hiszen rengeteg ország, 9 országos elődöntőt tudtunk lebonyolítani a megyében, és volt egy országos döntőnk is, a kézilabda országos döntőt Nyíregyházán, amely nagyon sikeres volt, és ezen az úton szeretnénk tovább menni, mindenképpen szeretnénk további elődöntőket is, a következő évre be is vannak tervezve már országos elődöntők, és szeretnénk majd az elkövetkezendő években országos döntőket is hozni még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Reméljük, hogy ezen törekvésünk sikerre jár, és egyébként tudva az együttműködésünk eddigi folyamatosságát, én biztos vagyok benne, hogy Balogh Gábor elnök úr is ebben segítségünkre lesz. Ezek a jövőbeli versenyek, illetve hát a tehetséges diákoknak a felkarolása is ide tartozik természetesen. Amit említett elnök úr, ugye kormányzati felhatalmazást is kapott a szervezet arra, hogy olyan tartalmi fejlesztéseket dolgozzon ki, koncepciót dolgozzon ki, amivel a diákok, a gyerekek szabadidős sportja minőségivé válhat. Erre a feladatra, erre a célra felkérték a szervezetet. Hogyan haladnak ezen az úton, illetve hát vannak ehhez gondolom támogatások, akár anyagi segítség is. Természetesen anyagi segítség nélkül valóban nagyon sok, nagyon nehéz egyébként dolgozni és komoly programokat letenni az asztalra. Gyakorlatilag egy munkának az első részével, amire vállalkoztunk, mondhatom, hogy azt a munkát elvégeztük. Amiről beszélek, ez egy olyan támogatás a kormány irányából, hogy egy kiemelt projekt keretében lehetőséget kaptunk a mindennapos testnevelésnek a fejlesztésére gyakorlatilag. Miért is van ez? Mert a Magyar Diáksport Szövetség az egy 28 évre visszatekinthető vagy visszanyúló szervezet, amely diákolimpiát működtet és működtetett. Viszont mi nem álltunk meg ennél. Tehát számunkra az a fontos, hogy az a fajta népegészségügyi mutató romlás, amely nem csak Amerikában, most már egész Európában is látható, az ülőéletmód, ugye a különböző számítógépes játékok, a különböző közösségi hálókon élik a fiatalok a mindennapjaikat. Meg kell próbálnunk őket újfajta módszerekkel a sportolás irányára buzdítani, tehát magyarán egy egészségesebb generáció felnövekedésébe szeretnénk a sporton keresztül segíteni. És ezért azt gondoljuk, hogy mivel a gyerekek az iskolában vannak többnyire az életüknek a 70%-ában, mondjuk az egésznapos iskoláról beszélünk, délután 4-ig ott vannak, egyrészt a nevelést, az oktatást a pedagógusok adják nekik a legnagyobb részben, másrészt pedig a tanulmányi, a fizikai és egyéb készségeket ott sajátítják el. Ezért mi azt gondoljuk, hogy a mindennapos testnevelésnek egy olyan tantárgynak kell lennie, ahol valójában azok a gyerekek, akik mondjuk kudarc élménnyel vannak a sport irányában, valamilyen újfajta eszközzel őket lehet motiválni ebbe az irányba, akik pedig tehetségesek, azok pedig menjenek, tudjanak tovább haladni az e-sport irányába. Ezért arra kaptunk lehetőséget ezen program keretében, hogy 2020-ig tartó fejlesztési stratégiát, hogy hogyan lehet minőségi a testnevelés Magyarországon, tehát hogyan lehet még, mert a testnevelés oktatás mindig magas színvonalú volt Magyarországon, de hát természetesen mindenben ebben is fejlődést kell elérnünk. Ezért lesz elkészülő stratégia, amelyet 6 államtitkársággal egyeztetve, a szakmai szervezetekkel egyeztetve kidolgoztunk. Ennek mentén kerül majd fejlesztés egyébként a testnevelés. Mellette a Nemzeti Alaptantervbe megjelentek új elemek 2012 után, mint például a kreatív tánc, stresszkezelési, jóga alapú mozgásformák, amelyek korábban vagy nem voltak, vagy nem így voltak. Ezeket a testnevelők egyrészt nem kapták meg, mint lehetőséget a kezükben, hogy hogyan is oktatják, mi mentén kell nekik ezt a munkát elvégezni. Mi ezt kidolgoztuk, tananyagokat, tankönyveket, oktatási anyagokat, oktatási DVD-ket. Ezeket ingyenesen minden egyes köznevelési intézménybe eljuttattuk ezeket az anyagokat, ebben tudnak dolgozni a tanárok. Tehát
Mind-mind, amit ebben a programban mi vállaltunk, azt gondolom, hogy átadtuk. Nagyon fontos, hogy nekünk a legfontosabb része a munkánknak, hogy a pedagógusokat segítsük, hogy legyen olyan eszköztár a kezükben, amivel fejleszteni tudják a gyerekeket, és már csak egy dolog, hogy mi kidolgoztunk egy olyan rendszert is, ami NetFit névre hallgat, ez a mérésértékelési rendszer, amelyel végre virágos képet kapunk arról, hogy a gyerekeknek, a tanulóknak milyen a fittségi állapotuk. Én azt gondolom, ez is egy pedagógiai eszköz a testnevelőknek a kezében. Még egy mondat, kevés a testnevelő tanár, ezt viszont itt a 2016-os tanév elején kimondták, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szakos hiány is volt a képzésekben. Milyen irányt látnak a következő években? Nagyon-nagyon fontos az a, hogy is mondjam, azoknak a felsőoktatási intézményeknek, ahol a testnevelő tanárképzés egyébként folyik, nagyon-nagyon fontos szerepük lesz a jövőben. Én már azt egy nagyon nagy előrelépésnek tartom, hogy egyáltalán van mindennapos testnevelés, mert ezáltal a testnevelő tanároknak a presztízse az óriás mértékben emelkedett. Tehát lássuk azt, hogy mondjuk a 90-es évektől ez a terület egy kicsit vissza-vissza szorult. Ennek több oka is van, a sportnak a népszerűsége már nem olyan, mint egyébként divatos volt mondjuk a 80-as, 90-es években, amikor én is elkezdtem még sportolni. Ma már egy kicsit más, máshol édik a gyerekek a mindennapjaikat, és más divatos számukra. De vissza kell csempésznünk ezt az ő életükbe, és a mindennapos testnevelésre az iskolai környezetben a testmozgás az most újra erőre kapott, és ez a testnevelőtanár gárda tekintetében a testnevelőknek ez egy óriási emelkedést jelentett. Tehát végre a nimbuszok azonnal megfelelő helyre került. Ez a lényeg. És biztatást is jelent. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.